Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a kasza el tud vágni valamit. Például a kutyád. Ezt nem szó szerint kell érteni, hanem a kutya szimbolizálja a barátokat. Tehát bizonyos kapcsolatokat ő le akar zárni. Lehet, hogy nem bízik meg a barátaiban, az ismerőseiben. A kassa jelenthet olyan eseményeket is, ami olyan hirtelen történik, amikor nem is számít rá, vagy ő szeretne meglepni valamit, valakit. És itt barátságokról van szó. A kutya jelentheti a hűséget is, hogy ez a téma foglalkoztatja őt, hogy te hűséges vagy-e, vagy valaki az ő környezetében, és ha rájön arra, hogy itt nincs hűség, akkor lezárja ezt a kapcsolatot. Hogyan érzi magát? Itt a madarak jelentik a könnyűséget és a kommunikációt. Ő áll a középpontban, ő irányítja vagy figyeli az eseményeket. Amennyiben ő még nős, vagy van egy másik párkapcsolata, akkor elgondolkozik azon, hogy ez a hölgy hűséges-e, vagy lehet, hogy megcsalja őt, és akkor le akarja zárni ezt a kapcsolatot. De az érzelmeit illetően ő nem szomorú, hanem a madarak jelentik ezt a könnyűséget, mint hogyha erre várna, hogy így legyen, és akkor le tudja a kapcsolatát zárni. Ő szeretne veled beszélni. Mit fog tenni? A ház jelenti az ő otthonát, vagy a családot, és az utak jelentik a döntéseket. Ez olyan itt, mint egy labirintus, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. Az is lehet, hogy ez a ház a te otthonodat szimbolizálja, és az utak, a döntéseket, hogy ő útban van hozzád. Mi köt össze benneteket? Itt látható a remény és egy utazás. Lehet, hogy lesz egy közös út, egy közös utazás, vagy egy közös életút, hiszen útban van hozzád, és a ház jelenthet egy közös otthont is, ennek a tervezését. Bizonyos kapcsolatokat ő lezár. Ha van még egy párkapcsolata valaki mással, akkor nem bízik meg ebben a hölgyben. Kilép ebből a párkapcsolatból, és ezt könnyen fogja intézni. Ő figyeli az eseményeket, döntéseket hoz, útban van hozzád, és középen ez a hajó jelenti a reményt, az utazásokat, egy közös életutat, vagy egy lelki kapcsolatot, egy belső utat kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!